kiállító személyiségében engem nem csak a képek, a kiállított anyag érdekel, annak a technikája, a témája, hanem a mögötted bújó személyiség is fontos. Elég sok kiállításra kértek meg, hogy nyissam meg, hát én nem vagyok művészettörténész, nem vagyok művészeti író, de mégis vállaltam, mert ha a művészetét nem is nagyon ismertem, de ismertem az embert, sőt, szerettem azt az embert, akit be kellett mutatnom. Így voltam a Imre kiállításának előkészítése során is, hogy a Julita a művészeti író vagy művésztanár szemével hogyan látja a kiállítását, én pedig egy pár szót szeretnék Imre mint emberről szólni. Amikor jó két évvel ezelőtt, talán most már több is, egy Polyár pódium esten Imrével beszélgettem, és bemutatkozott az érdeklődőknek. Egyértelműen kiderült, hogy az alkotói közösségben érzi magát igazán jól. Ismert tanulmányaink során úgynevezett elefántsontorony és a hortus clausus, a zárt kert motívum, amely a művészeteknek a alkotóiról azt tartotta, hogy elvonulnak, nem érdekli őket, hogy mit mondanak az alkotásaikról, őket pedig nem érdekli azt, hogy mások alkotnak. Én egészen más szón is elefántsontorról, szón is hortus claususról, Imre igenis vágyik az alkotói közösségre. És amikor ez a beszélgetés köztünk lezajlott, akkor fölvetette azt, hogy szívesen szervezne a Poliárt alapítványon belül egy olyan kört, ahol a képzőművészek gyakran találkoznak, egymás műtervét meglátogatják, meghívunk közismert és közkedvelt írni híres művészeket, akik mesélnek az alkotásaikról, meg az alkotói múltjukról. Úgy gondolta Imre, hogy ő szívesen megosztja az ő tudását és művészetét, ugyanakkor tanulni is szeretne. Így módon még motiválta az Imrét az is, hogy a Poliárton belül, illetve a kicsit Poliárton kívül is az IRKA, az irodalom kedvelők klubjának a tevékenysége olyan szépen magasra ívelt, hogy azt mondja, hogy ezt a képzőszeket is meg lehetne csinálni. És lőn, most már másfél éve, szervezett keretek között működik a KÉK, a képzőművészek érték közössége, amely magába szívja, vagy magához vonza azokat a elsősorban nem hivatásszerűen művészetből élő alkotókat, akik egymással megosztják a örömeiket, gondolataikat, gondjaikat, művészetüket, és rendszeresen találkoznak. Ezt szerettem volna elmondani, hisz Imrének ilyen szempontból a Poliárt alkotó közössége nevében és a maga nevén is szeretettel köszönöm ezt az igyekezetét, és most már ugye valahol elindult, és egyre érdekesebb és értékesebb foglalkozások zajlanak havonta egy alkalom intézetési központban. Úgyhogy ezúton Imrének, mint barátomnak és mint segítőnek a Poliárton belül szeretettel gratulálok a kiállításához is. Ezt a közösség formáló attitűdöt külön értékelem és nagyra tartom. Én köszönöm. Köszönöm. Ismét egy vers következik, Szabó Imre fogja saját kérdeményet elmondani. Örüljetek! Motto Pálapostolnak a Filippi beliekhez írott levele, 4. rész, 4-9 verse. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek! Mert nem csüggedésre hívott el ő, hát vigassággal éljetek. A megváltó kegyelem ránk ragyog, nagy szeretete átölel, van hát okunk az örvendezésre, az Úr itt van, nagyon kár. Ne aggódjunk, hanem imádkozzunk, hálaadással kérjük meg őt, vágyainkat csak neki mondjuk el, ő békességet ad, és erőt. Mert békessége
mindent felülmúl, ember nem értheti meg ezt, de megtapasztalhatja naponként, őrzi az elmét és szívet. Őrzi gondolatainkat is, hogy el ne érhesse mocsok, csak nemes, tisztát, kedveset hallasson tőlünk mások. Úrunk, így áld meg bennünket most is, s arcunkon fényed ragyogjon, nyelvünkön csak dicséretet zengjen, bent Isten békéje lakjon. Szabadításod örömen járjon át erőben, szabadításod örömen járjon át erőben, áradjon ki lelked, borítson te tűzzel, áradjon ki lelked, borítson te tűzzel. Halleluját kiáltsunk, mert támadt Urunknak, halleluját kiáltsunk, mert támadt Urunknak, lengyel örökké adalunk. Csak azt szeretném elmondani, hogy ezt a kiállítást meg szeretném köszönni az én királyomnak, Jézus Krisztusnak, akitől kaptam ezeket a képeket, és meg tudom osztani azokkal, akik itt vannak, és utána is, aki megnézi ezeket a képeket. Ővé legyen a dicsőség ezért, és a hála. Mert minden élettől származik, és ő adta ezt az életet, hogy tovább menjen mindenki. Köszönöm, hogy eljött. Tényleg más hátra, és köszönjük mindenkinek, aki eljött, a közönyük a teleptét, és hát nézzék meg a kiállítást. És hát keressék fel az előtérben, hogy ők kis büszkének tartoznak. A van az Európia, és azzal nagyon jól meg lehet közöbbakni, vágni. Ja, igen. És a Európia, hát igen, én most nagyon meg.